Én nem tartom magam valami zseniális, előrelátó személyiségnek, de igaz egyszerűen az volt a helyzet, hogy arra rájöttem abban az időben, hogy amit csinálni szeretnék, és akkor már nagyjából tudtam, hogy történelemről, speciálisan magyar vagy közép-európai történelemről, 20. századi történelemről szeretnék tudományosan megalapozott, de nem tudományos, hanem népszerűsítő, tehát nagy közönségnek szóló filmeket csinálni. Erre a moziban nincsen szansz. Erre egyetlen egy területen van valami halvány lehetőség, ez pedig a televízió. Nekem az volt az érzésem, amikor első ízben lehetőségem nyílt arra, hogy egy hosszú dokumentumfilmet Csináljuk. És azt, azt már meglehetősen a saját elképzeléseim szerint, hogy nagyon sokféle egyéb eszközt is lehet alkalmazni. Mindenek előtt az interjúk, a, a tanuk tanúk megszólaltatása volt az, ami, amit, amit, amit döntően fontosnak éreztem. Századunk sorozat. Az úgy kezdődött, hogy Ránki Györgyel elég gyakran, elég sokszor beszélgettünk arról, hogy valamilyen módon népszerűbbé kellene tenni a történelmet és azokat az eredményeket, amelyeket a történelem tudomány föltár. Ránki volt az is, aki ráébresztett arra, hogy mi a különbség a tudományosság és a historizálás, tehát valamilyen aktuális cél érdekében való történelem ábrázolás között. Ő volt az, aki nagyon tudatosan tette bennem azt, hogy nem lehet, nem lehet megközelíteni sem a valóságot, a, a, a történelem tényleges folyamatait, ha az ember nem próbál több oldalú sok oldalú lenni, ha nem próbálja meg a másik oldal, a másik fél, a másik vélemény megismerését is. Ha valamire az életemben büszke vagyok, nem sokra, de arra büszke vagyok, hogy azt, amit szóbeli történelem írásnak, oral history néven, ismernek azt a film területen, azt hiszem én kezdtem honunkban alkalmazni, Hályó Kovács módra, mert nem ismertem azokat a külföldi példákat, amelyek hát ebben a tekintetben akkor már némi tapasztalatokat felhalmoztak. Én azt hiszem, abban bízom, hogy a tudományosság, a tudományos élet tudott ezekből valamit profitálni. Részben a tényanyagok tekintetében. Ezt abból látom, hogy elég sok történelmi műben látok hivatkozást különböző hát ennek a munkának során készült interjúkra. Részben pedig azt hiszem, hogy valami szerepük volt ezeknek a filmeknek abban, hogy a történelmi interjúk készítése, felhasználása tudományban is és filmezésben is azóta általánosan elterjedt, használt, magától értetődő megoldásá vált. Akkor még nem volt az. Korom dacára én legteljesebb aktivitással készülök arra, hogy újra elkezdjem a századunk sorozat filmjének a kidolgozását. Ott, onnan kezdve, ahol abba hagytuk, tehát 44 végétől, Hát első neki futásra a koalíciós évek ö, mélyebb abrazolásáig, odáig, amikor aztán egyértelművé vált az, amit korábban még sokan nem tudtak, még ha úgy is volt, hogy itt egy egypárti, állampárti diktatúra kezdődött el a demokrácia helyett. Én ezt fontosnak tartom, magam szempontjából is fontosnak tartom, mert lehetőséget ad arra, hogy a saját korábbi, sokféle sok, korábbi nézetemmel, elképzelésemmel, vágyálmommal, tévedésemmel, alapvető tévedésemmel is szembenézhessek, és ha ez megadatik egy embernek, akkor az megdolgozik.